Matematika könyv, kémia munkafüzet, földrajz atlasz. Augusztus 23-áig minden intézménybe kiszállítja a posta a tankönyveket, amelyek több vasi iskolába már megérkeztek és kiosztásra várnak. Elsőtől 9-ig ingyenes az ellátás, tehát nem kell fizetniük a könyvekért a családoknak. A 10-től 12. évfolyamokba járó iskoláztatási támogatásra jogosult diákok pedig kedvezményesen vásárolhatják meg a csomagot. Megérkezett minden tankönyv az Oladi Általános Iskolába. 28-29-én a tankönyvosztáskor minden gyermek megkapja a tankönyvét. Ez azt jelenti, hogy az alsó tagozatosok számára 9000 forint könnyebbséget jelent, a felső tagozatosok számára 12-15 ezer forinttal kevesebbel kell a szülőknek számolniuk ahhoz, hogy a tanévkezdés minden szülő számára zökkenőmentes legyen. Idén közel 6000 új tankönyvet rendelt az intézmény 4 millió forint értékben, továbbá 1500 tartós könyvet is szétosztanak majd a diákok között. A vezetőség fontosnak tartja, hogy megóvja és továbbadja a könyveket, mert az így megspórolt összeget kiegészítő munkafüzetek vásárlására, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók számára fejlesztő taneszközök beszerzésére fordítja. Az írószerboltokban is megkezdődött az iskolakezdés előtti beszerzési roham. A legtöbben a nyári szünet utolsó heteiben vásárolják meg a szükséges kiegészítőket. Az üzletek széles választékkal várják a családokat. Idén is a különböző mesehősökkel, állatokkal és a nagyobb foci csapatok logóival ellátott termékek a legnépszerűbbek. Hát az elsősök azok akár az 50-60 ezer forintot is elérhetik, hogyha mondjuk a táskát is ide számoljuk. Az felsőbb évfolyamosoknak szerintem olyan a 10 és a 15 ezer forint között van, aztán ahogyan haladunk a felsőbb tagozatosok felé, ott egyre kisebb összegekre van szükség, de az alsósoknak azért még mindig bele kell nyúlni a pénztárcájukba, legalábbis az alsó szülőknek bele kell nyúlni a pénztárcába. A szeptemberben esedékes családtámogatási ellátásokat, így például a családi pótlékot már augusztusban kifizetik az érintetteknek, ezzel is megkönnyítve a tanévkezdést a szülők számára. A tankönyveket augusztus utolsó napjaiban, vagy az első tanítási napon valamennyi szombathelyi iskolában kiosztják.